még. De hát remélem, hogy a végén majd azt mondod, hogy na, jó volt, bár kérdés, hogy neked mi a jó, na de akkor még mielőtt végképp elkalandoznék, hadd kérdezzek rögtön tőled egy konkrétumot, hogy te az élettől mit akarsz? Tehát jól hallottad, hogy mit, <laughs> mit akarsz <laughs> az élettől? És ezt még rögtön mondod, vagy pedig még körbeírjam, hogy mi miatt kérdezem. Ne, ne kérdezd meg máshogy, mert De értem így is, a kérdést és Na. Valószínűleg, valószínűleg valami hasonlót mondok, akkor is, hogyha feltennéd a kérdést Pepitában. Hmm, hát Édesanyja vagyok, és hát, ettől nem, nem tudok, nem akarok elszakadni, úgyhogy amit akarok az élettől, az mindenképpen összefügg a gyerekeimmel, és az én férjemmel, és az én családommal és a kiterjedt rokonsággal is azokkal, akiket én nagyon szeretek. Tehát mit akarhatnék az élettől? Azt, hogy én velük sokáig egészségben, boldogságban együtt legyek. Ez nem hiszem, hogy egy nagyon személyre szabott válasz volt tőlem. Szerintem az emberek többsége valami hasonlót mondana, hogy egy picit belegondolunk ebbe a kérdésbe. És ha ezt jobban kibontogatjuk, mit szeretnék mondjuk én, hogyha ezt egoista módon magamra vetítem, azt szeretném, hogyha éppen amilyen ambícióim vannak az életben, azokat én ki tudjam élni, ö, ö, a céljaimat, amiket kitűzök, meg tudjam valósítani. Ne legyenek akadályok az utamban, oh. vagy ha van, akkor azt én el tudjam onnan gördíteni, mert legyen hozzá erőm és lendületem. De egyébként akkor összességében érzed azt, hogy most már megvan az az út ami a te útad, hogy rajta vagy, és már, már nincs bizonytalanság mondjuk, hogy, hogy merre is kellene menni, hogyan is kellene csinálni. Mindig van bizonytalanság, de mindig van de bizonytalanság. De az alapvető dolgok. De az alapvető dolgok, azok letisztultak már Nem az életben. De. Igen. Hát akkor. Ö, úgyhogy nagy, nagy, problémám nincsen. Ö, letisztultak, és ez nálam érdem, mert, mert én azért sokáig kilódtam azzal, hogy sok mindent szerettem volna csinálni. Úgy egyszerre, nem az adott egy, egy mm. szent pillanatban, de, de úgy paralel. Hát az életben. Hogy Igen. Lehet, hogy ezt szeretnél lenni, sőt, hát egyébként most is kettő vagy. Most jut eszembe. Mm, mm, igen, igen, de én Na például nagyon sokáig szerettem volna mondjuk spanyolul megtanulni. Ö, jó, j, 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 jól, tehát meg nem tudom. Foksz. Meg Nem tudom, hogy meg fogok e és Most már valahol ott megbékéltem, és kérlek ne zavard meg a nyugvó pontomat, ja, ja, jel, <laughs> hogy Nyugdíjas korban is meg lehet. Lehet, nyugdíjas nem még nem van lát. nekünk olyan, aki egész időskorában új nyelv, az fantasztikus egyébként, nekem ez mindig minta, az, 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 amit most említesz. De most egyelőre az a nyugvó pont, hogy nem, nem tanulok most spanyolul, most bőven elég az, amit csinálok, történetesen édesanyja vagyok, az én két szerelmem anyukája, aki igyekszik eltölteni velük hétköznaponta fél öttől, mit tudom, egy kilencig mondjuk érdemi időt, hétvégen is, amennyiben nem megyünk fellépni, egyébként pedig a Unik énekesnője vagyok, aki mellesleg jogász is, és még ott a férjem is, meg aki terjedt így, így, mutattad az előbb, hogy ott van a két gyermekem, lehet, hogy szugerálod is néha őket, hogy tessék jól viselkedni. Nem, én egy ilyen ember vagyok egyébként, aki szeret, uh, mit a ge, ge, a gesztikulálok, igen, az artikulálás az arcunkkal kapcsolatban, engem szeretek gesztikulálni, mert főleg, az. az. Meg lehet, hogy vezényelni is szeretsz, sőt, lehet, hogy utasításokat is adni, nem? Lehet. Hova akarsz kilukadni? A a hát, nem tudom, valahova szerinted ki akarok? Igen. Inkább csak, hogy... Valamilyen sztereotíp képet rám akarsz. Igen. Nem? Hát nem tudom, lehet. Lehet, hogy nem. Mi lehet az a kép. Valamilyen képet akartam festeni, vagy téged használni arra, hogy. Tüzet Lehet, hogy tüzet szoktál okádani Igen sárkányként, de akkor ezek szerint tévedtem. örülök. Ó, de akkor lehet, hogy én viszont én tévedtem, és tényleg egy tűzokádó sárkány is szoktál néha lenni. Ez szerintem nem, egyébként, ha engem kérdezel. Vagy ha igen, lehet, hogy csak egy kis gyermek sárkány, akinek nem jön tűz, csak azt hiszi, hogy tűz jön, és akar tüzet, de nem tűz És jön. Igen. Tűz jön, csak kis kedves kis kiáltozás esetleg, de az is inkább csak egy dallam, vagy egy ének. Van, olyan sokszor van. Belül igen. azt hiszi, hogy sárkány, kívül pedig szeretik. Ezt szeretném hinni egyébként. De de amúgy te egyébként szereted, hogyha vezetnek? Vagy pedig te szeretsz vezetni? Táncparketten vezessenek, mert nem nagyon értek a társas tánchoz. <laughs> bár igen, tanultam, de nem ment. Hát nézd, vezetni. Attól függ, hogy mire vonatkozik az adott kérdés. Például nálunk otthon az Ádám, az én párom, ő egy atipikus oroszlán. Nem nézi az ember ki belőle igazán, de ő egy nagyon is vezető típus, és nem szól, nem, nem tűr bele szólást zenei témákba például. Hiába gondolná azt az ember, hogy igen, nem. Tehát, legyen szó egy dallamvezetésről, vagy hogy én hogyan énekeljek el egy adott dalrészt. Nem azt, ahogy ő megálmodta, azt nem lehet máshogy énekeljen, mert akkor konfliktus lesz, én pedig. akkor menekülök a konfliktustól. Tényleg? Nem, egyébként ez nem igaz. Én, én szeretném, nekem nincs bajom a konfliktusokkal. <laughs> ő viszont ő viszont menekül előle és azért mi már együtt vagyunk tizenik széven, év óta és Na nem kell mindig konfliktusba bonyolulni mert én szeretem az emberemet úgyhogy kímélem ahol tudok. Na de, de most akkor melyik szavadat higgyem most a az előbb mondtad? A másodikat. más, második, másodikat második mindig. <laughs> nem de mindig akkor, most. Nem, akkor az előzőek közül most mi csináljuk? Most akkor. ezt hagyd azok jók amiket az mondtam azzal mint Gáz. Eddigi az biztos. Mert hogyha egy kicsit kicsomagoljuk, akkor hát igaz azok, sem igazak szabolos, de most elmondom az igazat. Igen is lehet szabolcs, Szó... de hagyd, ne bolygasd őket. Nem, Jó. nem, amiket hát mondtam, az, az tényleg így van. De, de amúgy te például lehet, hogy mint a példánya vagy annak, hogy a természetességnek mondjuk, vagy inkább lehet úgy mondani talán, hogy hát így lehet mondani, hogy a természetességnek ezt szereted. De mások is ezt szeretik, hogyha mondjuk te természetes vagy mindig, mindenhol? Hm. Nem tudom, ezt miért kérdezem. hát nehéz összeszednem a gondolataimat. Na várjál, a természetesség az érték, az az én életemben érték. Van is egy ilyen napló sorozat, ami kifejezetten ezt az értéket hozza központba. Ugyanakkor a Unikkal mi nem egy, egy természetes közöget viszünk fel a színpadra, hanem egy művi alkotást, aminek jellemzője mondjuk az, hogy monumentális dallamvezetései és hangszerelései vannak a daloknak, van egy misztikus burka, amit én legalábbis szeretek elképzelni, hogy ez tényleg ott van, aztán azt vagy ki lehet durantani, vagy nem, lehet vele kezdeni valamit egy adott koncert során. De az lényeg, hogy az, az kevésé természetes, amit ott felviszünk a színpadra. Nyilván az egy idealizált világ. Uh, uh, és ezt a, a, a Unicot mi, mi mindig is így álmodtuk meg, az maximum formálódik, hogy mit viszünk fel uh, konkrétan a színpadra az évek, évtizedek során, de de nekünk a, a, már a kezdetektől határozott elképzeléseink voltak, hogy a Unic az milyen zeneiséggel bírjon. Pontosan ezért nem volt egyszerű nálunk a kezdet. Tehát uh, én nem mondom azt, hogy a szakmatárt karokkal fogadott bennünket, mert uh, mert sok esetben én azt hallottam, hogy... Uh, hogy uh, Kapcsolatok nélkül, kezdőtőke nélkül sokra nem jutunk. Úgyhogy tessék, foglalkozni valami mással, mert itt sok siker minket nem vár. De én nem így gondoltam. De lehet, hogy egy kicsit emiatt is van a második vonal az életedben? A jogász téma? Igen. Jogász nem is tudom, vagy... hogy az miért van. Az édesapám gimnázium érettségi táján azt mondta nekem, most vagy fiam a legokosabb, innentől kezdve az út már csak lefele vezet amit én már nem emlékszem, hogy pontosan hogy fogadtam, de valami olyasmi volt az a reakcióm, hogy hát egyfajta olyasmi, hogy jön, dafke, dafkéból én megmutatom, hogy már pedig ez nincs így, apám, én is még okosabb leszek később. Ez szó, mint száz engem apám motivált, lehet, hogy akarta is, hogy, hogy, motiváltnak érezzem magam, lehet, hogy nem, szándékon túli volt ez nála. Minden esetre neki is köszönhető az, hogy én aztán elmentem a jogi egyetemre, ahova először nem vettek fel, el kellett teljesen két évnek, mire volt, indítottak egy nulladik évfolyamot, ahol 400-an, 500 -an indultunk, és tanulmányi eredmény alapján az első 80 ember egyenes ágon bekerült a ELTE és jogtudományi karára, nappali tagozatra. És tudtam, hogy nekem nincs más esélyem, mert én gimiben én buliztam. Valamiből jól tanultam, valamiből meg nem. És ez meg is látszott a jegyeimen. És az a lényeg, hogy én aztán kilencedikként végeztem ott ezen a előkészítő tanfolyamon, és onnantól kezdve egyenes utam volt a jogi karon. És én közben szerettem meg a jogi stúdiumokat, és összességében jogásznak lenni. Azt mondtad az előbb, hogy na fiam, mondta Igen. ezt édesapám, de hát te lány vagy, mondom Igen. Én. Tehát lehet, hogy akkor, és de egyébként néha tényleg kicsit, kicsit mintha katonás lennél. Igen. Ugye? Nem lehet, hogy emiatt, hogy Nafiam. fiam. Nem tudom, én mindig is ilyen ember voltam, hogy a csal. Egyrészt hajlamos vagyok a vaskos fogalmazásra, és hajlamos vagyok a hétköznapok során sallang nélkül fogalmazni, illetőleg igyekszem a sallangot kerülni. Na, de lehet, hogy van, aki csak a sallangot tudja elviselni, én erre is tudok gondolni. Akkor engem és... nem tud elviselni. Hát az, így ez alapján könnyen Nincs lehet, ezzel mert probléma. azt mondod, hogy sallagmentesen, és valakinek olyat mondasz, hogy, hogy ott vége van annak az embernek, és utána mondjuk összeroskod. Nem hiszem, nem? nem? hiszem, mert nem. ugyanakkor én azt gondolom magamról, hogy <laughs> Te provokálsz engem, Szabó. Hogy, hogy, hogy én egy empatikus ember vagyok. Pont. Igen. Pont. Kérdezz, ha szeretnél. Jó. Na, most az jut eszembe, közben nyugodtan kortyolj, hogy ti részt vettetek egy olyan televíziós megjelenésben is, ahol az egész életetek bekamerázva, és akkor megmutattátok magatokat. És ez olyan szempontból szerintem jó, hogy ez is a természetesség. Én ezt nem tudtam, hogy részt vettetek, de utána néztem, megnéztem, és mondtam neked amúgy is, hogy nekem azt juttatta eszembe ez az egész, hogy ti normálisak vagytok, és ez olyan jó látni, hogy normálisak vagytok. Én is ezt gondolom, hogy normálisak vagyunk, de valóban közszemlére bocsátottuk az életünk egy bizonyos részét, és ezt nyilván lehet izlegetni, hogy ez mennyire normális vagy abnormális. Nyilván ahány ember annyit gondol róla. És valóban a természetesség azt szerintem egy nagyon fontos ö, ö, érték, manapság meg kifejezetten, hogy nem tudom, hogy, hogy, hogy fontos, ahogy kinézünk, fontos, ahogy felöltözünk, fontos, hogy milyen tárgyak vesznek minket körül. Ezek státuszszimbólumok, és, és ezzel sincsen semmi probléma. Csak közben nem szabad ö, elfelejtkeznünk az emberi mi voltunkról, amiről ez a naplósorozat kifejezetten szól. Le a leplet lényegében egy kicsit, nem? Lehet. De ha ezt az, hogy én nem hiszem, hogy nagyon volt lepel rajtunk eddig valaha maximum nem érdeklődtek az életünk ezen a szegmens, ezen szegmense iránt tudom én, tévés műsor, készítők. És hát amit ugye megmutatunk, az egyébként viszonylag hm, egy, egy egy oldalú része az életünknek, mert ugye ebben a műsorban mi ö, rögzítettük a képsorokat, mm -hmm. ö, és, és leginkább arra helyeztük a hangsúlyt, hogy azokat a részleteket mutassuk meg, amik konfliktus helyzetek tudnak lenni egy házas pár életében, akiknek van két kisgyereke, és mellesleg anya. Néha szenved attól, hogy az ambíció őt szétfeszíti, nem csak az anyasság mi volt tából fakadóan, hanem egyéb ambícióimat sem tudom kiélni, amik léteznek. És hát ebből fakadóan bennem voltak frusztrációk, amiket így úgy fel kellett dolgozni. És akkor ezzel vagy az Ádámot terheltem, vagy saját magamat, vagy amit a más külvilágot, és, és ezt ö, 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 filmeztem le. Jobban lettél tőle? hogy terápiás volt. Igen, a igen, 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 igen. Egyébként igen. Nektek a hit az megjelenik sok dalban. <hül> dalszövegek, dalszövegek. Uh, uh, lehet, hogy nem találsz bennem, emberedre a kérdésben, mert a dalszövegek nekem mindig is kevesebbet jelentettek, mint a dallamiság a unik világában. Bár ezzel nyilván nem azt mondom, hogy nem Érdekel, hogy mit énekelek. Természetesen valamilyen fokon és szinten nekem ezzel azonosulni kell, de hát ugye teljes mértékben nem tudok vele azonosulni, hiszen nem én vagyok a szövegíró. A szövegíró egy fiú, aki nálam idősebb kettő évvel és teljesen más életet él, mint én. De azért a gondolataink nagy része között van keresztvetszet, és ezeket vagyok hajlandó csupán elénekelni szócsőként. <laughs> Hitkérdés. <laughs> én egyébként nem is énekled el, hogyha valami olyan, akkor. Hát akkor én azt mondom, mint az alkotó közösség szerves tagja, hogy kedves Zsolt, én ezt nem értem, tessék nekem megmagyarázni, hogy mire gondoltál. És akkor elmondja, hogy arra gondolt a költő, hogy. És én meg erre lehet, mit van? én azt mondom, hogy de hát, de, hát, de hát én meg ezt nem akarom elmondani, hogy te mire gondoltál, mert semmi közöm ez a gondolathoz. Vagy esetleg megpróbálom, tudom én elmondani, hogy én mire gondolnék, hogy nekem mi lehet fontos ez ügyben, a, ebben a témában. És akkor valamire jutunk. Mindig jutunk valamire. És mondom egyébként az időkérdése is. Tehát Sokszor ugye dobáljuk vissza persze nem csak a zsoltnak a szövegeit, van, amikor az ádámnak a dallama az, ami nem, egyszerűen nem jön így belőle, máshogy, jön, ami viszont neki nem tetszik. Szóval. Készül a szöveg, te azt mondod, hogy nekem ehhez semmi közöm, ő azt mondja, hogy nem maga énekes nő, vagy nem maga, bocsánat. Te, te énekes nő, vagy nem tudom, miért magáztalak le. De... Nem tudom, távolság pedig van, mert nem oh, is a messze egymástól. Lehet, de nem magam nevében gondoltam, csak elképzeltem, hogy a szövegíró mondja, hogy ön egy énekesnő, énekelje És el. nem, nem, nem. Mind hárman viszonylag öntörvények vagyunk nyilván. Ez a maga dolga, nem éneklem. Mm, igen, De, és, és van, hogy van, hogy kardinál, olyan is van, hogy azt mondja az egyik, hogy nem, ezt ez, biztos, hogy ilyet nem fogok énekelni, még ilyen témában se, ezt felejtsük el. Van, 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 sok, sok példa van. Van, akivel magázódsz, hát például persze, hivatali munkádban persze. Mag csak magázó. Szeretsz persze, belőlem egyébként ez nagyon organikusan jön a magázódás. Igen, igen, igen. De nekem ez sokáig ezt a kettősséget azért éreztem magamban, hogy a, a jogász világ az, az, egy sokkal formaibb, művibb valami. A unique, a közélet, a zene, a szórakoztatóipar, ott sokkal inkább elfér az, hogy tegeződünk, és, és sokkal lazábbak a ahogyan beszélgetünk, meg, meg a ismerettségek is, ahogy köttetnek, azok, azok olyan, olyan könnyedebbek. De aztán ez, ez valahogy, valahogy már nem okoz nekem problémát. Igen, leginkább úgy, hogy, 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 én, hogy, én, magázódni szoktam sok esetben a, a hétköznapok során. Kipróbálhatjuk mi is most. Most hirtelen? Hát, ha van kedved. Hmm, nincs. nincs, nincs. Nem, mert szó. most most nagyon szépen belátom ebbe a tegeződésbe, hogy <laughs> szeretnéd. Na, csak az érdekesség kedvéért. Jó, hát figyelj, ah. próbáljuk ki, nem tudom, meddig megy. Jó. Na, kedves Szabolcs akkor kérdezzem. Igen, igen. Na hát még akkor esetleg a jövővel kapcsolatos terveivel ha valamit azzal kapcsolatban még lenne kedve mondani. Kíváncsi valamilyen specifikusra, vagy igen, 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 hogy akkor például tényleg beállt az élete, ahogy az elején mondta, hogy, hogy tulajdonképpen most már megtalálta az életének a célját. És ténylegesen most már így megnyugodott-e ilyen szempontból? Tudja-e? a nem hinném, hogy megnyugodtam. Valószínűleg sose fogok megnyugodni. Itt csak a tendenciát lehet rajtam tetten érni, hogy egyre inkább nyugodtabb vagyok, és ez jó dolog. Én régen egyébként egy nagyon zaklatott tini voltam, aki kereste a rendet az életébe, és nem találta sokszor. És sok-sok tüskét egyébként valóban be is gyűjtöttem, meg sértést, meg bántalmat, meg fájdalmat. Mű, rossz volt nekem a Gibi de tényleg, nagyon sokszor. De kibántotta mm, magát. Mm. Ö, az élet. De az élet te? az én osztálytársaim formájában volt egy-két utálatos személyiség, csajok, akik hátat fordítottak nekem, és azt hittem, hogy mi barátnők vagyunk, és nem voltunk barátnők, és ezt a mai napig hordozom, és valószínűleg, amíg néni leszek, addig én hordozni fogom ezt most már valakinek néni vagyok, akkor még a következő 40 évben is valószínűleg hordozni fogom. Milyen optimista vagyok. Igen. Picit visszakapcsolok tegeződőre, ha nem baj, és úgy is maradok. Látott, Szabad? Látott, okay. nem az Igen. Igen. De tényleg bántottak, és lehet, hogy tartósan vagyok éveken keresztül a középiskolában? Ez hát, nem lehet, az biztos. Én ezt úgy fogtam fel. Persze, persze, volt egy, egy, lány, aki, akivel én tényleg mély baráti kapcsolatot ápoltam, és, és aztán ugye hátam mögött érez, visszahallottam dolgokat, hogy amiket mondott, az nem volt köszönő viszonyban a mi barátságunkat. De hát ez csak valaki mondta. Nem, Lehet, ne, én nem, 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 Aztán én, ne, nyilván utána mentem, meg szembájtottam ezzel, is és valóban, valóban így volt, hogy nem, nem volt velem aranyos. És ez, és ez nekem nagyon rosszul esett. Lehet, hogy megbánta az a lány. Lehet. Lehet, hogy most hallgat téged. Lehet. Lehet, hogy szíve szerint úgy átölelne. Lehet. Lehet, hogy kigorult egy könycsepp, hogy ő nem akart megbántani. Lehet. Lehet, hogy szívesen beszélgetne veled. Lehet. Beszélgetnél vele? Nem. Haragszol rá? Nem, nem akarok, Mi ez egy nem terápia? akarok, nem tudom, te Bocsára. vagy a terapeutám, úgy Elnézzi? látom. Nem akarok vele, ennyi? nem akarok vele ö, nagyon beszélgetni erről, mert ö, azt hiszem, nekem az a nyugvópont, hogyha ezt az egészet ö, hagyjuk, ezt a témát, főleg nem lenne az, azt hiszem, hogyha ő piszkálná. Bár csak azért is, mert azért az évek során, évtizedek során ö, ez annyira már engem nem befolyásol. Eszembe jut, és most, hogy beszéltünk, most így el tudom neked mondani, de különösebb indulatoktól mentesen. Hát csak aztán mi szülők vagyunk. És Igen. És aztán amilyenek mi vagyunk, az úgy lehet, hogy úgy áthullámzik a gyermekeinkre, és aztán felnőnek a gyerekek, iskolába mennek, nehogy véletlenül megismétlődjön, hogy jön az a valamelyikük, és azt mondja, hogy anya úgy megbántott. Magad, én. Egyébként, egyébként, amit mondasz, az szerintem a szülőségnek egy nagyon fontos részlete, történetesen, hogy a szülőnek mi a legfontosabb feladata, vagy az egyik legfontosabb feladata a gyerekével kapcsolatban, az szerintem, hogy a nagybetűs életre amennyire tudja, felkészítse őt. És az, hogy megbántódhat bárki által az én gyerekem, az nagyon benne van az életpakliában nyilván. Az pedig, hogy engem adó megbántottak, az szerintem Tök jól alakult ilyen szempontból, mert nagyon autentikusan fogom tudni mondani egy gyerekemnek, hogy igen, anyával is ez történt, de anya így meg így dolgozta ezt fel, akkor ez meg ez történt, és most már vénebb fejel, én ezt csinálnám, hogy. Mit? Azt majd, hogyha megkérdezi egy gyerekem, kitalálom Szabort, <laughs> de most, 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 most hirtelen ez okay. egy nehezebb téma. Oké okay, oké okay. zenei záró hivatalos kérdés következik hogy akkor mire számítsunk most Jonik ügyben Ádámmal mit műveltek mit művelünk és Zsolta ki jött okay. most a, ki jött most a magadban keresd című dalunknak ö, ö, egy videoklipje, amit a Lotfi Begi készített egészen pontosan a magadban keresdhez készített egy, egy remixet és ennek a remixnek jelent meg videoklipje, de igazából játsza Szerencsére nagyon jó dolog ez. Mindkét verziót a rádió, és, és mivel én borzasztóan jól érzem magam most, olyan szempontból, hogy három és fél év után, mert én annyi időt otthon töltetem a gyermekeimmel, ők már közintézményben vannak, úgyhogy anya felszabadult, és gyakorlatilag tíz-négyig fél-ötig én is tehetem a dolgomat. Úgyhogy én jogászkodok is, és mellette nyilván a Unika kapcsolatban is van egy csomó járulékos téma, amit csinálunk, meg, meg feladat. És oda akartam kilukadni, hogy vajon hova? Hát igen, hogy a következő maxit is tervezzük, igen. Uh, aminek az lesz a címe, hogy egy lépéssel a föld felett. És már nagyon várom a fogadtatását annak is. Na jó, hát örülök, <laughs> hogy összeültünk, és jó katonásan megbeszéltük a dolgokat. És talán még, talán még tudjuk folytatni. Hát, ha meghívsz. Hívjalak? Hívnál? Szívesen. Én szívesen jönnék. Én szeretem ezt a katonás. Katonás vagyok? Ja, bocsánat, nekem egy kicsit. Miben rejlik a fegyelmezett, katonás Fegyelmezett És határozott, de közben mégis nő, de ez most csak egy értékelés, így magamban nem biztos, hogy ez mindenkire tartozik, mondjam. De igen, igen, igen. Tehát egyrészt fegyelmezett és határozott, de közben szerintem nő aki egyébként pedig örül, hogyha a férfi ugyancsak határozott és, és vezeti a táncban, röviden most így. És szívesen elmondod a gondolataidat, és szerintem nem bántasz. Szerintem nem bántasz senkit. Nem, szerintem nem. se. De még célod is az, szerintem, hogy ne bánts senkit. Korábban lehet, hogy esetleg mondtál úgy hirtelen is dolgokat, de most már szerintem még azt se teszed. Persze. teljes nő. Olyasmi? Anyuka. Na. Na, köszönöm hát, szépen, pont. magamra ismertem a jellemzésben. Akkor jó. jó volt, egy élmény volt beszélgetni, örültem, hogy nem mentünk félre. Örülök. Köszönöm. Én is. Találkozzunk legközelebb is. Együttműködő partnerünk a Godona Vétterem, Seafood and Grill. A műsorszám támogatója a 25 éves Focus Medical lézeres látásjavító központ. További együttműködő partnerünk a dragracing.hu, autós és motoros gyorsulási versenyek.